Jó, akkor én fölszedem itt a szolárpaneleket. Lesz egy kis gond azzal, hogy a lávát azt nem nagyon tudjuk odébb telepíteni. Jó, szerintem még várj vele egy kicsit, még ne szedd fel egyébként, még hagyjon nyugodtan, ameddig belül még nem épültünk ki annyira, tehát nyugodtan addig maradjon. De hát nem bentre akarjuk venni az energiát? Hát majd. Majd. Nem, mert gondolkodtam egy csomó mindent, és a szélerőműveket fogjuk most erőltetni. Szélerőműveket. Aha. Jobban termelnek, mint ahogy a nap. Nagyon tutin. Igen? Igen, bizony, csak van hozzá trükk. Oké, én rád bízok mindent. És akkor ezt a tutoriába be is fogjuk mutatni. Nagyon helyes. Jaj, csak kéne hozzá alapanyag. Nem alapanyag, hanem hogy már mint hogy kraftolás. Hát akkor mondjuk én égetek, ha jól sejtem, ez sok generátor, ami sok vas, úgyhogy akkor én bedobok a kemencébe egy kis vasport, meg tint. Várjál, de egy kemencünk van. Meg overclockert rakok még be a kemencébe. Igen. És tin. Azt mondja, hogy itt volt ebbe a külső ládába, én ha jól emlékszem, akkor nagyon jó vagyok. Akkor ezt megmacerálok addig tint. Én meg mining turtle-t fogok készíteni most. Az se rossz ötlet. És utána nagy üzembe beindítom nektek a mindenféle spéci alapanyaggyártást. Az tök jó. Jó. Mi történt? Homokozó van valahol? Homok? Valahol van. Nem tudom. Valami van a búzafarmunkkal, eltűnt belőle egy redstone, úgyhogy azt én gyorsan pótlom, és előtetem a búzát. Jó. A redstone-t remélem itt találok, itt így van. Oké. Baj, nem mondtam, hogy kell sötétedni, csináljuk reggelt. Nem, ez most nem kreatív játék. Rájöttem. Hát mondjuk csinálhatunk reggelt, mert home sweet home. Nem kell. És akkor alszunk egyet. Én benne vagyok egyébként, hogy jó, menjünk. Dobjunk egy szunyát. És akkor utána előtetem a búzát. Én meg megyek a ház felé. Ti? Alszunk. Én alszom. Én is most ledöltem. Jó reggelt. Reggelt? Jó reggelt. Na. Ott tartottam, hogy búzát ültetek. Ja. Aztán utána mit csinálunk, ha búzát ültettünk? Ha búzát ültettünk, akkor utána hát el kell kezdeni gyártani ilyen tinkábelt, meg bedboxot, meg windmill-eket. Én addig megcsinálom a platformot neki. A windmill gyártás, ha jól emlékszem, akkor egy generátor kellett, meg köré rakni 4 darab vasat. Ez jó, ahogy van, mondj van. Jó. Azért mondom, hogy nem sok a kábelhez, meg csak tin kell, abból is viszonylag sok kéne, hogy legyen. Hát most macerálom a 32-t, abból lesz 64 tin. Jó, az. A gyárépületben a második szinten elkezdek akkor fölfelé építkezni. Tégy úgy. Karet, nagyon szótlan lette. Én most nagyon koncentrálok. Koncentrálj kevésbé. Iron ignot, ignotunk van. Természetesen menjél be a kis mini gyárba, és ott van a sütőben sül éppen 64 darab. Nagyon jó. Jó, előtettem a búzát.
Magot kirakom, kapát kirakom, nagyon jó. Jó. Merre vagy, Karesz? Most jövök az gyárépülethez, a kis gyárépülethez. Kis gyárépülethez. Aha, ott szalad. Ott szalad, figyeljétek! Na, hoppá! Ho-ho-ho-ho. Most meglessük, mit csinál. Azt mondja, hogy így... Egy baltával a kezébe durvul, az a sütő, az az... Az kell nekem, igen. Nagyon jó. Iron, igen. Követ is kell égetnem. Oh, jajjajjajjaj. Azt viszont ebbe a ládába tett bele a követ, és itt a leválogató csőnél állíts be, hogy égetett kő hova menjen. Várjál. Ne adjál nekem ilyen bonyolult feladatokat, légy szíves. Én sem értettem, hogy mit mondom. Hát, hogy konkrétan ki volt nyitva a ládika, így nézegettem, hogy mi hol van. Nem, már. Nincs kövünk. Lehet, hogy nincs. Csináljak egy kőgener. Lesz az, szerintem itt mindjárt találok valamelyik ládába, csak na, csináljak megvan. Egy kőgenerátort? Nem kell kőgenerátor, mert mindjárt a teknősök annyi követ fognak termelni, hogy... Azért a múltkor, amikor fánoltunk, az egy jó kombó volt, kőgenerátor, blockbreakerrel, és utána abból kraftoltuk a téglát. Jót beszélgettünk róla. Igen, jó volt. Az jó volt. Tehát, mondjuk a négy törtülel, meg a kőgenerátorral azért bebizonyosodott, hogy a query az... A query az egy energianyelő, de nekem akkor is tetszik. Jó, persze jó. Főleg, hogyha szét akarja robbolni az ember a környezetét. Most szólok, én éppen arra készülök, hogy öngyilkos leszek. Aha, az jó. Megkérdeztetem, hogy nem. Hol vagy? A gyárépület tetején. Szerintem a palesz rögzíteni akarja. Igen, főleg ha a vírusírtóm nem ugrál be állandóan. Igen, én ezt most így idejöttem, így, igen. Aha, nem leszett öngyilkos, mert raktad a létrát, ahogy elnézem. Hát most még rakok, igen, de a felhő fölé készülök. Ja, én kérek bocsánatot. És gyártsak hozzá neked létrát? Nem, köszönöm, van nálam másfél stack, viszont megy feléd egy creeper lent a bányából. Nem, mert a ház mellett van balra. Arra, bal, egyenesen. Ott fog téged várni, nem messze, vigyázz. Én nem látom. Ez az, mert most elindult visszafelé. Azaz, ott megy lefelé. Ott van. Hello, creeper. Gyere ide, gyere. De ne meneküljél el. Hát, ezek a mai creeperek. Már nem olyanok, mint a régiek. Nem bírják a gyűrődést, mi? Hát, elővettek egy ilyen színazonos kardot, érted? Zöld karddal megyek a creepernek, és elszalad. De ezek a sötétebb színű téglák, ezek bazaltból vannak, Taz? Igen. Tök jó. Ezt a vulkánból nyertem ki. Itt van még vulkánunk. Valahol van. Te szélerőműveket gyártasz, Dreven? Nem, a Dreven az nem. A Dreven az Mining Turtle-öket gyárt. Tot, mert már kész is van. Most éppen kiürítem a inventory-t. Inventory? Na, akkor én csinálok neked dobozokat. Jó. Felszerelkezem fákjával. Igen. Copper dobozokat fogok neked csinálni.
Draven, merre vagy? Nem, hogy nagyon magasra kell mennem. Merre vagy, Draven? Nem hallottam. Házban. Házban. Megyek utánad a házba. Kell egy kis... Rádobtam két darab kopperládát. Dankesön. A házban elvileg van egy kajásládánk, ha jól emlékszek rá, ugye? Igen, van. Élelmiszer. Van benne 4,5 steak búza. Ja, akkor én most gyártok mondjuk egy kis kenyeret. Az szupi. Mondjuk 64 kenyeret legyártok, és akkor az olyan könnyű, mert 3 steak búzából kell. Elértem a felhőket. Felhő. Jó, gyártottam egy kis kenyér. Jó, igen, azt hiszem, hogy... A házban, a kajásládában van kenyér. Igen. Mit akartam magammal vinni? Fát. Jó. Szenet. Bár az nem nagyon fog kelleni. Mindegy, egy kicsit viszek. Jó, hát még jó, hogy nem vagy olyan hűden magasan. Azt a nagyon magasan vagy, öcsém. Igen. Brut. Drága kavicsunk van még? Drága kavicsunk elvileg a belső dobozban, itt ebben a dobozban van 10 darab, igen. Jaj, de jó. Jézusom, nagyon magasan vagy tart. Igen, és elfogadta létrám, az a baj. Akkor hozzak létrát? Hát még egy 10 darab kellene, igen. Megteszed, hogy én még építkezem fölfelé, és utána, ha te jössz föl, akkor fölrakod őket? Igen. Hozok 24 darabot, hogy tuti legyen. Na, kérdésem a következő. Tudom mindenre, de nagyrészt mire van szükségetek, mert olyan mélységben kezdem el a teknősöket megindítani. Vasra, tinre, kopperre. Vas, tin, kopper, akkor nem kell olyan mélyre mennem, oké? Nem. Jövök utána az. Jézusom, tudtátok, hogy én tériszonyos vagyok, mert én rájöttem. Igen? Igen. Hát te idő még fölérek. Ez nagyon magas. Nézzünk egy F3-at, Y64, hát azért annál még lejjebb kell egy picit menni. Jó. Köszi, akkor itt meg is vagyunk. Felvétel leáll, 3, 2, 1.